Nagy tisztelettel köszöntöm az Újpest Televízió kedves nézőit, ez az Újpesti Sport. Nem is szaporítanám sokáig a szót, egy nagyon kedves vendéget üdvözlök itt a stúdióban, csak annyit mondok, hogy az UTE szeretett atlétája, gyalogló nője, Madarász Viktória vendégem, és hogy miért ül itt velem szembe, azt természetesen eláruljuk. Szia Viki! Sziasztok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. És hát úgy szoktam mondani, hogy óriási kalapemelés, leborulás és hatalmas gratuláció. Hát olyan tettet hajtottál végre Münchenben az Európa-bajnokságon, ezen a multi-Európa-bajnokságon, ami nekem nagyon tetszett, kis európai olimpián, ami még magyar gyaloglónőnek nem sikerült. Megmutatom a kedves nézőknek azonnal, hogy miért ülsz itt, és aztán beszélgetünk. Rendben, szóval, köszönöm. Kedves nézőink, ezzel a gyönyörűséges éremmel tért haza Viki Münchenből, hiszen bronzérmet szerzett, amit még magyar gyaloglónak nem sikerült világversenyen. Úgyhogy tessék szépen gyönyörködni benne, és most beszélgetünk egy kicsit. Szóval én fogdosnám még Viki, de inkább leteszem, de nagyon gyönyörű. Viki, köszönöm. Óriási gratuláció. Leges, hogy hogyan mentél ki Münchenbe? Tehát mire számítottál? Egy verseny előtt az ember kimegy és azt mondja, na jó, 10-be leszek, 12-be pontszerző. Te hogy mentél ki? Még itthon a végleges nevezés előtt úgy látom, hogy 7. vagy 8. vagyok, de utána ezt így el is husintottam, hogy tök mindegy, majd csinálom a saját versenyemet. Uh-huh. Előző nap szoktuk általában megbeszélni Rácz Sanyival, hogy akkor milyen tempót, vagy mi a taktika. Vagy... Rácz Sándor az edző, szeretném hozzátenni, de itt egymás között tudjuk, hogy Rácz Sanyi, igen. És leültünk a verseny előtti nap beszélgetni. Mondta, hogy 4. vagyok, mert hogy közben a nevezések úgy változtak, valakit nem indítottak el, ez az amaz. És mondtam, hogy jó, de nem akartam én sem, meg ő sem rám ilyen terhet rakni, hogy akkor top 3, top 4, vagy úristen itt most... Tehát nem volt ez a bizonyos, ami itt van gyönyörűen itt az asztalon, nem. Ez a hatalmas hátizsák nem volt rád téve. Nem, egyáltalán nem, igazából így a... Azt beszéltük, hogy a saját versenyemet, vagy mint egy edzésen lennénk a szigeten, fókuszálva, saját magamra figyelve versenyezek, és úgy azért tudtuk, hogy a spanyol lány, meg a görög lány, ők jóval erősebbek. Hiába voltak, Eugene-ba gyalogoltak ott is 35 kilométert. Tudtuk, hogy azért köztünk úgy van különbség, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy jó, ők biztos majd ők lesznek elől, igen. Így van. De utána kicsit azért sűrű volt a mezőny, a két olasz, két spanyol, ukránok is, úgy nagyon közel volt az egyéni csúcsunk, vagy amivel úgy kijutottunk. És azt beszéltük, hogy tényleg saját magamra kell fókuszálni, mert a többieket nem tudom befolyásolni, nem tudom visszahúzni, igen, őket, hogyha mondjuk jobban mennek, és annak nincs értelme, hogy én most itt lassan kezdek, vagy elmegyek az ő tempójukkal, ami mondjuk nekem nem megfelelő, hogy minden áron egy bolyba legyek velük. Az nekem nem szokott bejönni. De ugyanállatok nagyon fontos, hogy ne fogyjatok el, ugye? Hát így van, az, igen. Hogy azt a bizonyos tempót, azt a taktikát megpróbáld a legoptimálisabban betartani, bizony. Mert elfogysz, ki tudja, mi ez a 20 kilométer, ugye, vagy 30, 35, vagy 35, ugye? Hát kocsival sok, te jó ég. 25-nél kezdődik a 35 kilométer 25-nél igazából. Addig rendben van, tehát ez hát nem is látom a végét. Igen, erre nagyon oda kell figyelni, és tényleg úgy beosztani az erőnket, vagy hogy ne legyen az, hogy úristen, uh-huh, visszaüld. Nekem is volt közben egy jó pár kicsit gyorsabb kilométerem, amikor itt tök jól éreztem magam, hát ez tök jó, uh-huh, ez az amaz, hogy megy ez, és utána hogy rájöttem, hoho, még azért még van bőven. Úgyhogy gyakorlatilag én egy tempót mentem végig, amit megbeszéltünk. A végén volt egy kisebb krízis, így a gyomrommal, de tényleg a saját versenyemet. De mikor nincs, majdnem, hogy azt kell mondani, hogy mikor nincs. Körpálya, ugye?
két kilométeres kör. Borzasztó érzés lehet, legalábbis kívülről, külső szemlélőnek, hogy még tudom, hogy mennyi van hátra. Az nem? Nem, nem, ezt én nem szoktam így ezen agyalni, nem szabad ezen agyalni, körről körre, vagy kilométereket nézve, és nem is tudom, nem sokáig így csak lenyomtam az uram, ránéztem a tempóra, oké, figyeltem így a saját érzésemre, hogy belül, hogy meglegyen az a jó érzés, tényleg úgy 25-ig, hogy csak megyek, szépen haladok, és így van egy körszámláló, és ott a célnál, mikor beérünk, és akkor ott láttam, hogy még van 10 kör hátra, vagy hogy. Úgy nagyon nem is nézegettem, hogy itt csökkennek a körök, egyáltalán nem. 2 kilométeres körök, ugye azt igen, mondtad? Igen. Úgyhogy... Normál ember. Normál. Hát most... Tehát normál ember, mint a kollégám, aki kint ül, mit tudom én, szeretne veled sétálni egyet a versenyen. Mennyit tudna veled menni? Nem tudom, hogy milyen edzettségi állapotban jó van. Jó edzettségi állapotban van, de hát egyetlen. Hát ezek egy ilyen 4-50-es kilométereket 4-50-es kilométert kell sétálni. Úgyhogy... Valószínűleg nem fog udvarolni neked, azt hiszem. Tehát 4-50-es kilométert mész, és igen, akkor igen, az egy szép átlagot hoz. Az igen. Ugye ez a mostani is valami. Ez óriási. Mikor érezted azt, hogy oda hoppa, dobogóra föl fogok lépni, föl léphetek? Mert ugye nem mondja senki nekem egyetlen egy sportoló se versenyző, hogy egyszer valamikor a verseny közben, a mérkőzés alatt, most odaérhetek. Mikor elől mentem talán 18 kilométerig, akkor nem is gondoltam rá, mert tudtam, hogy a két lány, hiába volt köztünk, nem tudom, 10 vagy 20 akárhány másodperc különbség, tudtam, hogy ők utol fognak érni. A többieket azért úgy láttam, hogy folyamatosan nő az előnyöm, meg Sanyi is bekiavált. Ez a körpálya miatt látod? Igen, például? Igen, a fordulóknál például látom, hogy mit tudom, előző körben X pontnál találkoztunk, aztán később. Úgyhogy ezeket én is érzékeltem, és Anyus bekiabálta, hogy van 2 perc, aztán 3 perc előnyöm, akkor már a spanyol meg a görög lány elment. Persze, akkor itt azért átfutott az agyamon, de nem akartam nagyon bele lohalni magam. Tehát nem akartál befutni gyorsan, hogy oda... Nem, hogy úristen, ez érem, hogy ne izguljam el mondjuk a versenyt, hanem utána újra saját magamra, a technikára, próbáltam fókuszálni, úgyhogy a cél után persze, mikor így átértem, akkor így hogy ez tényleg megvan, mert bármi történt. Figyelmeztetés nem volt? Nem. És nagyon... Csodálatos dolgok ezek, kérem szépen. Hát nem szokott, úgyhogy hál' Istennek. Nem rólad beszélek, hanem nézem a közvetítéseket, nézem, és ott a nagy morcos versenybírók ottan fognák, és egyszer csak odáll, és a szerencsétlen köpni, nyelni nem tud már, ott áll, és akkor egyszer csak, mit tudom, 28 kilométernél fölmutat, Jézus Mária, hát ez egy halálos ítélet. Izgalmasá teszik a versenyt, de néztem a videót, vagy egy kis részleteket visszanéztem, volt, akinek én is adtam volna őszintén, a fiúknál is láttam, aztán... Az a szabálytalan, hogy nagyon-nagyon levegős. És nagyon örülök neki, mert a versenybírókkal, hál' Istennek, hogy jóba vagyok, ismerjük egymást, mert nagyon sok challenge versenyen elindultam korábban, és azért ezek jó rutint is adnak, hogy meg a versenybírók is látnak, mert oké, megvan a szabály, a térdés, nyújtott térdés, hogy ne legyen levegős. Mondjuk el egy icipicit a kedves nézőknek, tudod, mert van az, hogy már sokszor beszélgettünk erről, hogy itt azért... Elég fura mozgás, kívülről nézve nehéz mozgás, összetett mozgás, de vannak kőkemény szabályok, és hát ugye, aki még nem hallotta, annak mondjuk már el röviden, csak egy-két mondatban. A talajfogásnál, mikor lerakjuk a lábunkat, akkor a térnek nyújtva kell lenni. Ezt nézik a bírók, a másik meg, hogy ne legyen repülőfázis, mint a futásban. Szóval mindig valamilyen... kis részlettel kell érinteni az egyik lábunknak a talajt, hogy egy hangyányit, és a bírók azt nézik, hogy esetleg van-e ekkora repülőfázis, és igen, ezek a challenge versenyek nagyon sok rutint adtak, meg a bírók is megismerték az én mozgásomat. Te Viki, ez
a fáradtság hozhatja ki azt, hogy szabálytalanabbul gyalogol valaki? Természetesen, persze, meg van, akiben mondjuk megvan az erő, és tudna mondjuk olyan gyorsan menni, mint mondjuk a többiek, de technikailag azt nem tudja megvalósítani, és akkor kezd szétesni a mozgás, vagy éppen nekem is, mindenkinek van ilyen, hogy valami görcs húzza esetleg, és amiatt nem tudjuk szépen kirakni, vagy kinyújtani a lábunkat. Azért ezek előfordulnak. Szóval senki nem akar, hú, most akkor belefutok, vagy így mondani, csalok ezt. De nyugodtan, de persze. De sokan igen ezt gondolják, de nem, hogy azért ez egyáltalán nem. Meg én, Sanyi folyamatosan nézi az én technikámat is, ugye edzések közben is. Beszól, azonnal szól, ugye? Persze, folyamatosan. Bringával jön mellettem, és így nézi. Azt mondtad, hogy ez az idézőjeles, hogy csal, akármi. Itt látom ezt a madarász, Münich 2022, és I Run Clean doppingvizsgálatra gondolom, hogy én tisztán futok, tisztán gyalogolok, tisztán megyek. Hogyan lehet elvégezni egy doppingvizsgálatot 35 kilométer gyaloglás, majdnem azt mondtam, hogy sétálás, de tök igen, minden. Azt a szót nem szeretem. Nem, gyaloglás, nem, sportolás után nem, tehát tudod, hogy én tisztellek, tudom. És nem. Tehát gyaloglás után, amikor már nincs benne semmi, senkibes ez emberbe, és ugye addig nem adják, odaadják az érmet, odaadják, teljesen persze. Mindegy, de sajnos, az vagy illetve hosszú tudjuk. Procedúra, igen, nem tudom mennyi vizet megittam. Úgy többen ültünk ott abba a kis sátorkába is, és vártuk az ikletet, úgymond, mert hát nem is mindegy, hogy mennyi vizeletet adunk. Igen, igen. Hogy ezt nagyon-nagyon figyelik, de most nem tudom hány óra volt. Sokat. De tény, mikor kijöttünk, vagy Sanyi is velem volt, kijöttünk ugye a sátorból, akkor már sehol nem volt senki, hát, úgyhogy... visszabattyogtunk a hotelba. Jó, oké, szóval ez tényleg az embert érdekli, mert most mit mondjak? Hát ugye ti 35 kilométert lenyomtok, és akkor van, mit tudom én, egy százas sprinter, az viszontlátásra 9, 8 vagy 10 másodperc. És... hát nagyon sok folyadékot is veszítünk, persze frissítünk, iszunk közbe. Mennyit fogytál? Nem tudom, ezt nem is néztük. Nem is korábban, nem. Korábban persze figyeltük, hogy mit tudom, edzés előtt voltam x kiló, és akkor hogy az edzés után is hány kiló vagyok, mert hogyha a testsúlyom 3%-ánál többet veszítek, akkor az már kóros, nem ideális. Így van, igen. Hát ezt... nincs mit veszíteni ebből a súlyból, tehát hogy itt üzenem szembe. Azt mondtad nekem, amikor megérkeztél, hogy jó, oké, örülök, hogy itt vagyok, és nagyon nagy szeretettel jössz mindig hozzánk, és ezt nagyon szépen köszönöm. De megyek edzeni. Edzeni, hát kérem szépen, lógassuk már kicsit a lábot. Hát itt egy Európa, egy csodálatos, tényleg történelmi esemény, világversenyen érem, és Madarász Viki elmegy edzeni. Nem lehet egy hetet pihenni például? Még vannak versenyek, úgyhogy ott azért szeretnék jól teljesíteni, lesz egy csapatbajnokság, és utána még lesz Franciaországban valószínű egy 20 kilométer, ahova meghívtak, úgyhogy én nem is szeretem így nagyon lógatni a lábamat. Volt talán egy nap pihenőm, így a verseny után, hogy másnap elmentünk a párommal a városba kicsit így sétálni, tényleg sétálni, meg bementünk a stadionba te este. Te mondhatod. És másnap meg már, most már, valami legyen úgy, valami kell. Értem. És akkor elmentem. Ha már említetted a stadiont, és én a felvezetőben említettem ezt, hogy egy ilyen európai olimpia-szerű volt ez a multi Európa bajnokság. Milyen volt megélni ezt? Hasonlított valóban az ötkarikás játékokhoz? Ahol már te voltál? A stadion körül voltak ilyen bringa számok, azt hiszem a BMX volt, talán a terep, meg a triatlonistáknak is volt ott egy kör, azt hiszem a futást is ott csinálták, meg ott van valami tó, de nem tudom, hogy abba úsztak vagy nem. Én azért nem találkoztam. Nem volt olyan
Tehát nem volt olyan nem olimpiai tudtam. Falu, mondjuk? Nem, mindenki külön hotelekbe volt, az atlétákat azt hiszem 7 hotelbe helyezték el, így a városon belül. Én nem találkoztam más sportolókkal. Mit gondolsz, hogy ez egy jó kezdeményezés, vagy sem? A sportoló ugye azért elvégzi a munkáját, lenyomja a versenyt, aztán... Igen, én mikor volt a verseny? Kedden volt a verseny, mert csütörtökön jöttünk is vissza, úgyhogy a többi versenyszámot itthonról így a tévéből néztem. Ha kint maradtam volna, vagy lehetett volna mondjuk erre lehetőség, akkor lehet, hogy elmegyek mondjuk egy bringa versenyre esetleg, vagy ide-oda még, de többször mentem volna be inkább valószínűleg az atlétikai stadionba. Én 2002-ben voltam már Münchenben, ifi válogatottként azt hiszem, és most így újra visszamenni, mert akkor is egy Európa-bajnokság volt ott utána, és előtte rendeztek a fiataloknak egy ilyen kis válogatott viadalt. Így azért nagyon jó volt így újra ott lenni ugyanabban a stadionban. De nem olimpiai érzés. Nem, ugye? Nem, persze. Nem baj, végül is szerethető dolog, mert koncentráltan, aki szereti a sportot, Azt mondja, hogy kérem szépen 2 hétig nézem a sportot, bizony. És nem csak ezt kapok, hanem mást igen, is. Igen. Úgyhogy ez akár lehet. Szerintem jó. De ha már Madarász Vikiről beszélünk, és a sportról, és az olimpiáról, hát most nem jó olimpia van. De hát szóval ez a 22-t írunk, hát 24, hát ez... Pikpak. Hogyan lehet jutni az olimpiára? Hát én kicsit nem szaladnék ennyire előre, annyira jövőre nem. Lesz Pesten BB. Jó, hát ezt már megint megelőztél, gyorsabban gyalogolsz, mint én. Ez lett volna a következő kérdés. Igen, természetes. Odáig gondolkodok igen, elsősorban a BB-re. Oda már megvan az automatikus szintem, én azt még áprilisban megcsináltam, úgyhogy így azzal nincsen probléma. Ha jövőre is mennek a lábaim és minden rendben van, akkor szintén sikerül mondjuk az olimpiára. Szintet kell menni? Védettséget nem ad a... Nem. Szintet. Talán az első helyezett kap úgymond védettséget, de a szint az kell. Úgyhogy ha jövő évben is minden rendben van, akkor megint az olimpia előtt 1 évvel sikerül kvalifikálnom magam. És akkor azt lehet mondani, hogy nyugodtan akár. Lehet dolgozni. Így ugye? Van, tehát, igen, meg akkor már ha van szinten. Azt szoktad mondani, ugye korábban is, amikor beszélgettünk, hogy az a jó, ha megvan a szint, az jó, az akkor a már biztos, nincsen persze. Itt a kis bogár az agyból, hogy jaj, most menni kell, most megvan, aztán lehet dolgozni. Így van, mert azért van egy automatikus szint, és utána úgymond feltöltik a versenyzőkkel a versenyszámokat. Az már véres. Nagyon-nagyon izgulós, hogy bekerülök, nem kerülök, pontok alapján, úgyhogy ez így nyugodtabb. Persze a szintek nem egyszerűek, mert most már kijöttek a pályaszámokra is, és brutál erősek, de... Ja, ezt megfelejtettem megkérdezni, ez könnyű pálya volt, vagy nehéz pálya volt? Mert ugye nálatok azért nem mindegy, van egy pici emelkedő. Trükkös, vagy... igen, trükkös volt, mert megbeszéltünk egy tempót Sanyival, és akkor ugye elkezdtem, ránéztem az órámra, kicsit gyorsabb volt. Már mondom, jó, mindegy, de tök jól érzem magam. Megfordultam, és mentem a cél felé, akkor az meg lassabb, és akkor így néztem, hogy ja, hát hogy ez emelkedik. Azért volt benne egy a tévén nem látszódott, és annyira hangyányin... Olyan kis sunyi volt. Úgyhogy azért az... De különben jó volt. A kanyarokat nagyon jól megcsinálták. Nagyon nagy ívbe lehetett fordulni, azért ez sokat számít. Az nálatok nagyon sokat számít, mert ott lehet aztán a legjobban idézőjel csalni, mert más a technika, hát ott be kell fordulni. Nagyon nehéz egy borzasztó. Ilyen éles kanyart bemenni, főleg egy gyors tempónál. És hogy ne veszítsél sebességet, így van, ugye? Igen. Úgyhogy hál' Istennek így a szervezők erre gondoltak. Azokat a bizonyos szintidőket, amit majd nagyon a VB után meg is fogod pillanatok alatt gyalogolni. Az tök mindegy, hogy milyen pályán, vagy meghatározott versenyeken? Nemzetközi bírók kellenek hozzá, szóval nem lehet csak így elindulni egy kisebb versenyen, oda nemzetközi bírókat kell hívni, így van, így van. Úgyhogy, tehát akkor az a világbajnokság Budapesten,
ahol igen. ottan zászlókkal, dobbal és cintányérral ott leszünk. Akkor utána egy fújás, szintidő, és készülés az olimpiára. Igen, meglátjuk. Egyelőre én a világbajnokságig csak akkor nem gondolom, tudom kiszedni az olimpiát, jó? De tehát a persze szeretnék, az lenne a negyedik olimpiám, de igen, de igen mindenképpen értem. Azért az úgy nagy dolog lenne, hogy azzal zárni úgymond a karrieremet. Ez legyen a végszó. Rendben. Jó? Viki, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, vigyázzatok magatokra. És most is azt kell mondanom, hogy üdvözlöm a Sanyit, az edződet, átadom. Mert azt tudjuk, hogy ez egyedül nem megy. Így van, hát szóval nélküle azért egyáltalán ez a projekt, ez így nem biztos, hogy működne. Maradj egészséges, sérülésmentesen. Köszönöm. Tedd oda magad. És tudod, mit mondok? Pihenés helyett is néha menj el gyalogolni, mert neked hiányzik a mozgás állandóan. Az biztos. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Kedves nézőink, ennyi volt erre a hétre az újpesti sport. Remélem izgalmas, érdekes kis beszélgetést hallhattak. Kérem, vigyázzanak magukra, hogy jövő héten is találkozhassunk. A viszontlátásra!